Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit most Kaposváron. Énekeljük el a Tiszta Univerzum mantráját közösen, az Óm hétszer. 7-szer. Oh, no. Szépen. Egyszer egy kiváló tanító, aki világi volt, párjonnak hívták, egy kört rajzolt a levegőbe. És azt mondta a tanítványainak, ezen a körön van egy egyenes vonal, amelyik nem görbe. Hol van ez az egyenes vonal a körön? A tanítványok nem tudtak válaszolni. Várjon erre, azt mondta, még többet kell ülnöd. Az ülés itt azt jelenti, hogy tér vissza a mozdulatlanba, tér vissza a nem gondolkodóhoz, tér vissza a nem tudhatóhoz, amely tiszta, mint a tér, tiszta, mint a tükör. De most, hölgyeim és uraim, ki tudná megválaszolni ezt a kérdést, hogy ezen a körön legyen az ekkora, Ekkora, akkora, mint a Föld, akkor, mint a Galaxis, akkor, mint az Univerzum. Hol van ezen az egyenes vonal? Akkor itt mindenkinek nagyon sokat kell ülnie. Ugyanis az énségünknek a képzete pontosan olyan, mint amikor azt hisszük, hogy ezen a körön van egy egyenes vonal, és kivesszük, és a körvonal többi részéről elfeledkezünk. Ez az elfeledkezés tragikus, ez szenvedéssel jár. A nyugati világ ezt megtette több ezer éve, amikor azt gondoljuk, hogy valahonnan a teremtésből, a távoli múltból jövünk, és a feltámadás vagy apokalipszis felé haladunk, és ez egy vonal, és elfeledkezünk a körről elfeledkezünk a ciklikus létezésről. Annyira elfeledkeztünk róla, hogy a hulladék visszaforgatását fel kellett találni száz év fogyasztói társadalom után, mikor már kezdtek megtelni a szeméttelepek, és valahogy nem sikerült a szemét lehívni, vagy a szemét megváltást, hogy valaki tüntesse már el. És nem történt meg. Hogyha elfeledkezünk arról, hogy egy ciklikus világegyetemben vagyunk, ahol minden körpályán mozog, minden egy körvonalnak a része, akkor ezek a kis egyenesek, amiket levettünk a körről, ezek elkezdenek egymással harcolni, mint ilyen gyufaszálak. És gyufaszálakat a saját énségünket a kezünkbe vettük, és elkezd más ilyen gyufaszálakkal harcolni, hogy én egyenesebb vagyok, mint te. Én hosszabb, vastagabb, ügyesebb, okosabb, fontosabb vagyok, mint te. És ez az énség elfelejtette, hogy egy nagyobb egésznek a része. Ez a kis vonal elfelejtette, hogy egy körnek a része. És ez a mi életünk, ha csak nem nézel nagyon világosan a saját tudattalanodba, annyira egyedinek tűnik, hogy nem is hisszük el, hogy volt valami lényeges előtt. Tehát tényleg akkor kezdődtünk, amikor apa és anya egy boldog éjszakán úgy gondolták, hogy... Vagy nem is gondolták, csak csinálták. És akkor egyszer csak megfogantunk, és megszülettünk, és utána jöttek az elméletek, a tudomány, a pszichológia, a filozófia, a teológia, hogy ez most hogy van. És ettől a gondolatvilágtól való függés a téves nézeteinknek az eredete, hogy nem tudunk vagy nem merünk ránézni a valóságra úgy, ahogy van, hanem mindig egy elméletnek, egy logosznak a szűrőink keresztül nézzük. Nem azt nézzük, hogy hogyan vagyunk, azt nézzük, hogy valaki szerint hogy kell lennünk. Nem azt látjuk, hogy hogyan létezünk, hanem csak amit a létezésből látni szeretnénk. És ez a szenvedésünknek az oka hogy a részigazságot teljes igazságnak szeretnénk látni, a relatívat abszolútnak szeretnénk látni, a körvonalt egyenesnek látni, holott nem az. Sákyamuni Buddha a nyugati leírások szerint 16 kérdésre nem válaszolt. Ezek közül az egyik, az inkarnációk eredete, hogy ennek volt-e valaha kezdete, és lesz-e valamikor vége. Másik az univerzum eredete, hogy annak volt-e határozott kezdete, és lesz-e határozott vége. A harmadik az istenségek eredete, hogy a hitünk által létezik, vagy a hitünktől függetlenül is léteznek, vagy létezik a legfelsőbb istenség. Ez a kérdéskör szorzódik. Tehát, hogy igaz vagy hamis. Egyszerre igaz és hamis, vagy sem igaz és sem hamis, amit erről elmondhatunk. Ez a keleti logika, ezt nagyon szépen lerakták. És a nyugat elfelejtette, hogy a csenddel való válaszadás nem ugyanaz, hogy nem válaszolok a kérdésre. Tehát keleti tanulmányaim során és gyakorlatom során úgy szerzetesekkel beszélgetve elég nyilvánvalóvá vált, hogy a buddha miért csendel válaszolt a létezés alapjait érintő kérdésekre. Egyszerűen azért, mert hogyha valaki nincs a tapasztalat birtokában és nem lát elég tisztán, elég mélyen, nem látja a tér és az idő természetét, a múlt, a jelen és a jövő működését, az ok és okozat működését, az emberi tudat működését, akkor hiába teszi fel a kérdést, semmit sem fog érteni a válaszból. Ha viszont értené a választ, mert van tapasztalata, akkor nem teszi fel a kérdést. Ezért a buddha csendel felett. Nem helyes az, hogy nem válaszolta meg a kérdéseket. Na most ez azért nagyon fontos, mert a gondolkodásunkra úgy nagyjából rábízunk mindent, hogy oldjad meg, te elme, oldjad meg, ha nem oldottad meg, akkor gyenge vagy. Nem vagy elég erős, nem vagy elég okos, mert a gondolkodással nem tudtad a valóságot befogni, rendszerbe foglalni. És így, ha jobban megnézed, a gondolkodás olyan, mint egy háló. Ezt belemeríted a valóság tengerébe, és legfeljebb halakat foghatsz. Konklúzió, logika, elemzés. Nagyon sok terméke van az elmének. De ha mersz csendbe maradni, ha mersz gondolkodás elé visszatérni, az olyan, mintha halászás helyett a tengerbe úranál. Ez az, amit itt nyugaton nagyon kevesen vagyunk hajlandóak megtenni, inkább nézzük a Youtube-ot inkább meghallgatjuk az okosnak tűnő zen gondolatokat. Hát, ha segít, beépítem, amit tudok, amit megértettem. Néha hallok olyat, hogy szunyim, magyarul mondod, de nem értem. Értem az egyharmadát, a felét, a többit nem értem. És akkor mondom, hogy kedves hallgató, ez pont ilyenre van tervezve. Ja, egy részét értsd, a másik részét csak azután, hogy már gyakoroltál egy kicsit, és ha még többet gyakorolsz meditációt, egyre jobban fogod érteni. És az évek során azt látod, hogy egyre inkább újabb és újabb rétegek nyílnak ki a tanításból, legyen az bármilyen zen tanítás. Bárki. Mert változik a tudatod. Letetted a hálót, és egyre inkább mersz beugrani a tengerbe. És a tenger az az egyévállás a háló az a megmaradó dualitás, hogy a halász, a hajó, a háló és a tenger mindig külön lesz. Hiába kapcsolódnak egymáshoz, mindig külön állnak. Vannak olyan halászfalvak, hogy a halászok soha nem fürdenek, soha. 40-50 év, és persze gyerekkorában igen, de mihelyt ő lett a nagykorú, a kenyérkereső, és már csak az a dolgai reggeltől késő délutánig vagy estig halászon, már nem fürdenek. A tenger nekik másra való. A kérdés az, hogy mersz-e visszatérni a gondolkodás elé? Mered-e letenni az elme hálóját? Mersz-e a pillanat tengerébe beleugrani? Hallod a madácsi csergést? Amikor bejöttél és kerested a helyedet, hallottad? amikor énekeltünk közösen, hallottad? Ha csak rám figyeltél és gondolkoztál közben, hallottad? Erről van szó. Tiszta, térszerű, tükörszerű tudat. Minden rezdülést felfogsz. Legyen az másé, a magadé, emberé, állatté, bármilyen lényé. Ez az együttérzés alapja hogy meglátom, hogy az én kis egyenesnek tűnő vonalom egy hatalmas körnek a része. Legyen az család, csoport, társadalom. Hogy el tudom fogadni, hogy egymáshoz születtünk, és nem csak úgy kipottyantam, elköszöntem, és vissza se nézek. És ekkor van utunk, hogyha felvállaljuk azt, hogy tényleg megszülettünk, és megmerjük nézni azt, hogy kik vagyunk mi két gondolat között, rálátunk a természet ciklusaira, legyen az egy év, akár egy hónap, egy hét, egy nap, és az összes kör középpontjául ezt a pillanatot tesszük, mert egyébként is az. Hogyha ezt a pillanatot tisztán éled, és eléred a nem mozdulót, akkor ennek a nem mozdulónak a szempontjából, a nézőpontjából jól látod mindazt, ami mozog. Látod az ok és okozat működését. Hogyha a tengely pontjában vagy, a kerék mozgását jól látod. Ha a nem mozduló tudatban vagy, akkor az elme mozgását nagyon jól látod. Ha a transzcendens tapasztalat birtokában vagy, akkor az érzékszervi síkot nagyon jól látod. Ezért gyakorlunk. Ezért tartom a zent realizációs útnak, az önvalónkhoz való visszatalálás útjának, és nem pedig vallásnak. A vallás, latinul religio, azt jelenti, hogy újra kötöm ligare, ligamentum, inszalag, és újra. De van bennünk valami, ami soha nem vált szét, ami soha nem törik szét, ami soha nem duális. És az csak is ebben a pillanatban a tisztánlátás által, az egyévvállás által tapasztalható meg. Nincs mit egyesíteni, csak a széttagoltságot kell megszüntetni. El kellene engednünk azt a sok-sok dualitást, amiből a hálónkat, az önérdeknek a mátrixát kiraktuk. El kellene engedni azokat a téves önképeket, amelyek már annyi válságon keresztül megmutatták, hogy illuzórikusak, és mi még mindig hiszünk bennük. Még mindig az az önkép fontos, amit én szépen suvigszolva a kis arcomat a világ felé akarok sugározni. Hidd ezt el rólam, hogy én ez vagyok. És ezért szeressél engem, és fogadj is el, és én nem is fogok változni, megígérem. És száz évig fogok neked élni. Érezzük, hogy ez mennyire alaptalan és valótlan? Tehát ott ülünk a horgász csónakokban, a halászhajókon, mindenki fogja a kis hálóját, és mi történik? Összeakadnak a hálók, vitatkozunk. Vitatkozunk, hogy kinek van igaza, kinek van egyenesebb vonala a körön, kinek az önképe szebb, úgyhogy még egyikünk se úrott be a tengerbe. Egyikünk se tapasztalta azt az önvalót, amely ott ketyeg a lényünk mélyén, csak jól elfedjük. Elfedjük az azonosulások rétegeivel, elfedjük a hiedelmekkel, a téves nézetekkel, beborítjuk vágyakkal, kégetjük haraggal. Minek? Azért, tesszük ezt, mert nem tudunk jobbat. Nem tudunk másképp boldogabbak lenni. Hogyha tudnánk, valószínűleg azt csinálnánk. De már az apánk se tudta, az anyánk se tudta. Az egész családban csak az volt, hogy ne szólj szám, nem fáj fejem. Hogy eddig érjen csak a takaró, és nehogy tovább nyújtózkodj, tovább kérdezz, tovább gondolj vagy tovább lépj. És nehogy elhagyd a várost idegenektől meg óvakodjá. Merünk-e tapasztalni? Merünk-e túllépni a fix önkép határain? Merünk-e kérdezni? Az ember egy rendkívül érdekes lény. Legyártja a saját mitoszait, a saját mondáit, történeteit, és el is kezdünk hinni benne, csak azért, mert generációk továbbadták. Shakyamuni Buddha óv minket ettől, és azt mondja, hogy ne higgyétek el a szavaimat csak azért, mert a generációk továbbadták, mert logikusnak tűnik, mert a hagyomány becsben tartja. Próbáljátok ki a tanítást, és hogyha működik számotokra, akkor tartsátok meg. Ha nem működik, hajítsátok el. A tanításnak az alapműködése az, hogy észrevesszük a szenvedés tényét, észrevesszük, hogy múlandóak vagyunk, és félünk a haláltól. Hogy tökéletlenek vagyunk, de tökéletesek akarunk lenni, és nem sikerül. Hogy szabadok akarunk lenni, de a kölcsönös függést nem ismerjük föl sem a környezettől, sem a másik embertől, vagy embercsoporttól. Ezért sem a szabadságot, sem a felelősséget nem vállaljuk helyesen. Ez a szenvedés ténye. A létezés három alapjegyével nem vagyunk hajlandóak szembenézni, csak akkor, amikor a kényszer, a válság, a csalódás, a veszteség így belenyomja a fejünket a realitásba, hogy te eddig ezt hitted magadról, de most ugye kiderült, hogy nem vagy az. Hogy azt hitted magadról, hogy hogy, azt közbe dehogy. Miért kell eddig várni? Mert nem tudunk jobbat nem tanultunk más, nem tanultuk meg azt a belső bátorságot, hogy merjek kérdezni, és a nézeteim határait kitolni. És itt egyetlen egy kérdés van. Mi ez? Mi az, ami most bennetek hallgat? Ami néz a szemeddel, hall a füleddel, érez a szíveddel, gondolkodik az elméddel. Mi ez? És szándékosan nem ki vagyok. A ki és a vagyok az már egy termék, az már valami, az egy avatár. Mint a pékboltban a péksütemények. A mi ez, az az eredet. Az az eredet, ami csak a tészta. A lényeg. Az élet és halál előtti. A személyiség előtti. Az énség előtti rendkívül paradox lény az ember, hogy ez megvan bennünk, és mégse találjuk. Egy régi kínai mondás így szólt, hogyan láthatnád meg azt a bikát, amelynek már a hátán ülsz. Most hát gondold el, hogyha ki tudod mondani azt, hogy én, akkor fel is tudsz ébredni az énség illúziójából. Ha tudsz járni, tudsz táncolni. Ha tudsz beszélni, tudsz énekelni. És ebből az illúzióból fel kéne valahogy ébrednünk. Nincs jobb eszköz rá, mint az, hogy az energiát és a figyelmet befelé fordítod, észreveszed azt a falat, ami az énséged, és lebontod. És ez a lebontás elhozza a madárdalt. Elhozza a nyugalmat. Elhozza a tisztánlátást, amely mindig is ott volt, csak befetted a drágalátos elmédnek a termékeivel, és el is hitted. Tehát a szenvedésnek van ténye, oka, megszüntetése, és a megszüntetésnek van útja. A buddhatana, szanszkitúl dharma pontosan ezt fejezi ki. Ha valakinek működik és gyakorolja, akkor az élete megváltozik, és a halála is megváltozik a szív a meghaladó bölcsesség szíve szutrában, ezt hívjuk akadálytól mentes tudatnak, vagy meghaladó bölcsességet, a prajnát tapasztaló tudatnak. Ez a meghaladó bölcsesség olyan, mint amikor végre egy műhold pályára áll, és egészleges, tűéles, világos képeket közel a földről. Hogyha nem áll a pályára, ha nem haladná meg az atmoszférát, akkor nem születnének ilyen minőségű képek. De hogyha a műhold nem küldené vissza a földre ezeket a képeket, akkor nem tudnánk használni. Ha nem jönnél ki a templomból, miután ott gyakoroltál, és a belátásodat nem hoznád vissza minden nap életbe, akkor legfeljebb 50%-os lenne az, amit gyakorolsz vagy csinálsz. Ha viszont nem haladjuk meg az érzékszervi síkot, a megkülönböztető gondolkodást, az emlékeket, az önképet, akkor nem haladtunk meg semmit, és csak én az én ellen. Kicsi körvonal a másik kicsi körvonal ellen harcolva, hogy ki az egyenesebb. Ezt kell csak félrettenni semmi mást. Úgyhogy ha ebben a félretételben segíthetek, akkor itt a lehetőség kérdezzetek honnan lehetek biztos abban, hogy nem azt az illúziót gyártunk le, hogy tiszta a tudatunk? A tiszta tudatnak rendkívül jó tesztje lehetséges. Bejössz a templomba, kérsz tőlem egy Kuan interjút, és a válaszodból kiderül, hogy mennyire tiszta a tudatod. Szeretnéd? Igen. Akkor itt a lehetőség, gyere egy elvonulásra, és a másik pedig a mindennapi élet. Itt egy kicsikét jobban kell látni. A Kuan interjú az egy olyan, mint egy laboratóriumi kísérlet, nagyon világos paraméterekkel, jó műszerekkel, és nagyon jól látszik, hogy a helyes válasz és a helytelen válasz között mekkora különbség, mekkora rés van. Minden nap életben nem rögtön derül ki, hogyha hibázunk. A tiszta tudat akkor van meg, és működik jól, hogyha nem követsz el hibát, és közben nem gondolod azt, hogy te tökéletes vagy. Ha nem teremtesz szenvedést, akkor már automatikusan a boldogság és a szeretet felé megyünk. Úgyhogy a tiszta tudat az tényleg akkor van meg, ha nem formál önképet és nem teremt szenvedést. Ez két alapelem. Ennek nyomán kialakul a bölcsesség, ez nem okosság, ez egy nem kettősségen alapuló bölcsesség. Az együttérzés és az önzetlen segítség. De ha ezt az ember önnével elkezdi mérni, ellenőrizni magát, akkor a tudata már nem tiszta, mert legyártott egy önképet. Viszont észre kell venni az ok és okozat működését köztem és mondjuk a másik ember között. Itt négy nagy csatorna van, amit figyelni kell. A beszéd, a gondolkodás, az érzelem és a tettek ezen a négy csatornán keresztül szenvedek és szenvedtetek-e, vagy sem? Tehát hagyom, hogy szenvedjek mások által, vagy én szenvedtetek másokat a saját karmám által. Ha egyik sem, akkor jól csináltad. Akkor tényleg tiszta a tudat. De hogyha az ember erre egy önképet gyárt, hogy na, akkor én most milyen szép buddhaszobor vagyok, akkor már is egy hatalmas rusnya énség a hatalmába kerített, és leestél alóról. Úgyhogy figyeld az ok és okozat működését, figyeld az iránytartást, például ezen a négy csatornán, illetve az érzékszervi síkokonát is, ne gyárts rá önképet, és egyszerűen javítsd a hibát, anélkül, hogy magad vagy mások fölött ítélnél. A ítéletalkotó tudat, hogy és uraim, a legnagyobb gátja a hibák javításának. Vagy önfelmentéssel, vagy bűntudatteremtéssel teremtéssel jár. Tehát figyeld az ok és okozatot, figyeld az irányt, figyeld a tudatot, és anélkül, hogy önképet gyártanál le, cselekedj helyesen, beszélj helyesen, érez helyesen, gondolkodj helyesen. És itt az a helyes, amely nem szenved és szenvedett. Jó? Csendben, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? A kérdésem a barátságra vonatkozik, a baráti kapcsolatokra, amik az életünknek nagyon sokszor támaszai, hogy karmikusan hogy magyarázható ez, hogy bizonyos emberek olyan támogatóan állnak az életünkbe bele, és sok-sok évig együtt tudunk haladni szerencsés esetben jó úton. Pontosan azért lesz a barátom, mert úgy érzem, hogy a, a jó úton haladunk együtt, hogy van ennek valami karmikus háttere, és lehet-e a saját karmámat tanítani, vagy tisztítani a baráti kapcsolatok fejlődésén keresztül. Persze. Ha meg akarsz tartani barátokat, akkor egész biztos, hogy tisztítani kell a karmádat. Barátokat szerezni viszonylag könnyű. De megtartani nagyon nehéz és a barátság az közös karma, tehát nagyon-nagyon kevés ellentét, és nagyon sok nézetazonosság, nagyon sok életiránybeli azonosság, és ezek a természetes védés dac szövetségek. A szimpátia az alapvetően érzés alapú, és majd utána következik a gondolkodás. És azt hiszem, hogy a barátságnak az első és legfontosabb alapeleme az a kölcsönös bizalom. De nem kell állandóan ellenőrizgetni a másikat, hogy sérti -e az érdekeimet vagy sem. Hanem érzem, később tudom, hogy megbízhatunk egymásban, hogy segítjük egymást az élet viharaiban, az úton. És hogyha ez a bizalom nincs meg, akkor a barátság sincs meg. Nagyon sokféle társas viszony lehet érdekviszony, kényszeres viszony, megfelelési kényszeres viszony, stb. stb. De a barátság az a feltétel nélküli szeretet és együttérzés benyomatát hordozza. Tíz évig nem beszéltek, mert épp hogy nem beszéltek, aztán felveszitek a telefont, és mintha ugyanott folytatnátok, ahogy tíz évvel ezelőtt abba hagytátok, és teljesen mindegy, hogy mi történt. És ez a mindig számíthatsz rám kezdetű mondat, kölcsönösen. Mikor szűnik meg egy barátság? Mikor válik vállalhatatlanná? Hogyha olyan irányban változunk, hogy már nem tudjuk elfogadni a másikat, már nem tudjuk segíteni a másikat, és nem is akarunk abba az irányba menni, mert akkor olyan emberré válnánk, akiként nem szeretnénk válni. És ezt el kell tudni fogadni. Én rengeteg barátot veszítettem el azáltal, hogy felvállaltam ezt az életmódot. És ezt ugyanúgy vállalni kell, mint hogy szereztem új barátokat azáltal, hogy ezt az életmódot folytatom több mint 30 éve. És itt nem a szerzetesség a legelső. Voltam világi, voltam nőtlen szerzetes, most vagyok nős szerzetes. ez így most jó. Elég teljes, tehát többet már nem vállalok, ez így jó. De így is rengeteg barátot veszítettem, és nyertem is, itt alapvetően a bizalom a kezdet, ahogy mondtam, és a végpont az, hogy miben segíthetjük egymást. És ez a miben segíthetjük egymást, ez a barátságnak a legszebb dolga. Persze, el lehet menni együtt wellness enni, inni, stb., de ez egy érzékszervi stílusú dolog. Ezzel sincs semmi baj. Az ivó cimbora és a barátság azért az különbözik. Így nézzük meg, hogy hogyan tudjuk segíteni egymást. És akkor ez pályán tart minket, jó? Egyéb kérdés? Mit tudok kezdeni azzal a helyzettel, amikor valaki nekem szánt szándékkal rosszat akar, tehát szán szándékkal szenvedtet, irigységből bármi másokból? Együtt érzek. Először légy szíves, válaszolj nekem a következő kérdésre. Van négyféle karma. Egyéni, páros, családi és csoportos. A téged szenvedtető ember melyikbe tartozik a négy közül? Egyéni. Tehát nem családtag, nem, nem. párkapcsolat, és nem. nem egy kitüntetett csoport, mint munkahely vagy egyéb ilyen társaság tagja. Hát lakóközösség mondjuk. Ó, ó. Tehát egy csoportnak Lakó a tagja. Csoport, Nagyon fontos. Ennek a négynek azért van jelentősége, mert a hovatartozás bizony a reakciót is kicsikét színezi. És ez azt jelenti, hogy ha közösségben van, akkor bizony vannak közös érdekek. Például pályázat, például közös költség, például szemétszállítás, és még egyebek is lehetnek. Hát ezzel az emberrel valahol az érdekközösséget meg kell tartani, és valahol mentesülni kell attól a karmától, amit ő rád akar rakni. És itt, mint egyébként kutyáknál és gyermekeknél egyaránt, a reakciót fogja eldönteni, hogy ebből a kapcsolatból mi lesz. Ha te reagálsz arra, hogy ő irigy, és egyéb módon negatív feléd, energiát akar tőled venni, és a reakciódat ki tudta provokálni, akkor nyert. Hiába van neked igazad. Ez nem azt mondom, hogy levegőnek nézed, tudomásul veszed a jelenlétét, az impulzusát, és átengeded magadon, mint téren a golyót. Ha nincs felület, nincs amiben beleálljon, vagy visszapattanjon. De ha egy énséget, egy személyiséget az ő impulzusa elé raksz, akkor abba beleáll, és te reagálsz, és onnan visszapattan, pont erre vár. Ami viszont érdekközösség, azt nyugodtan, tehát a személyiségéből tudomásul veszed azt, hogy ő a lakóközösség tagja. És ezzel meg is haladtad azt a nagyon alacsony szintű karvárt, ami az irítség, féltékenység, rossz akarat, stb. 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 Ha elkezdesz vitatkozni vele, vagy uram, bocsá, meg akarod javítani, energiát vesztesz, mert ő nem kért föl arra, hogy segíts neki. Ő csak így az elmondásból ártani akar. És ezelőtt ki kell tudni térni, úgyhogy közben az érdekközösség megmarad, és együtt kell tudni szavazni, hogyha a közös képviselőnél az, hogy na, kedves, lakóközösség, szavazás. És néznek ezek az emberek, és ilyen mufúc módon ott ülnek. Semmi nem jó. Mert a másik is ott van. Nehogy neki is jó legyen. Ismerős? Senki nem találkozott ilyen elén, biztos vagyok benne. Ebben az országban ilyen nincs is. De a szomszéd tehene éljen és burjánozzék, ugye? Tehát tőlük kell emelkedni ezeken, úgyhogy nem sebezhetővé. Tehát zárod az információs forrást, minél kevesebbet tudjon meg rólad, ne legyen felület, amit támadhat, és közben együtt kell működni azért, hogy a lakóközösség menjen előre. A házat kitatarozzuk, a nedves falat valahogy ismét szigeteljük, levakarjuk a penészt a pincében. De Ezekre mind szükség van, és hogyha itt nincs operatív egység, nem két a lelkeket összevasalni, az se sem egy. egy operatív egységre szükség van, és ezt meg tudjátok csinálni. Jó? Igen. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Mi a módja annak, hogy rájöjjünk arra, hogy miért azokhoz születtünk, akikhez? Nagyon-nagyon kell figyelni. Mit? Nem mit, kit. Aput, anyut, nagyszülőket, és belül, hogy ők mit hoznak létre benned, mit hoznak ki belőled. Tehát van az, hogy mennyire utálom apámban ezt és ezt a tulajdonságot. Mennyire nem viselem el anyámból ezt és ezt a tulajdonságot. Na, az biztos, hogy megvan benned. Tehát azért születtél oda, hogy ez tudatosodjék. Aztán, mennyire szeretem apámat azért, mert, mennyire becsülöm édesanyámat azért, mert ez egy pozitív és nagy nagyrészt tudatosuló közös karma. Tehát az nem titok, hogy a vonzás és taszítás törvénye rendeli az embereket egymáshoz. És mivel a legerősebb polaritás az egész univerzumban a szüleiddel volt, azért vagyott, ott. Ők hagynak a legkevésbé közömbösen. A szomszéd, az teljesen más. Ezért szoktam mondani, még véletlenül sem a szomszédba születtél, hanem a szüleidhez, abban a házban, arra a településre, abban az időben, ahogy a drágalátos korábbi karmádat te tovább tudod folytatni az előző életeidből. És erre anya és apa és a környezet, és a nagyobb család a legjobb környezet, a legjobb hely. És éppen ezért születtél oda, mert itt a legnagyobb esélye annak, hogy te szépen kinősz a talajból, ismét emberré válsz, és adsz, és veszel, és törlesztesz, és kaszírozol. És tovább folytatod azt a külkemény ellentét játékot, ami az élet amit a hinduk csak úgy mondanak, hogy Shiva tánca. Shiva az a tisztítás és pusztítás istene, vagy istennője, ez ábrázolás kérdése. És az a fontos, hogy ebben a játékban a tisztulás oldalán légy. Tehát nézd meg, hogy milyen karmát kell kitisztítanod magadban azáltal, hogy apu és anyu emlékeztet rá, hogy te ki vagy ő szerintük. És nem. Apa, én nem ez vagyok. Anya, én nem ez vagyok. Beindult a tisztulás. Ha nem, akkor pusztulunk. Akkor elpusztítjuk egymást. És ezért van óriási jelentősége annak, hogy egyrészt észrevegyük, hogy a szüleink adtak nekünk életet. Tehát amennyire egyszerűnek tűnik ezerről, úgy el szoktunk feledkezni ha már ez megtörtént, tanuljuk meg ezt meghálálni. Ezt nem mindannyian tudjuk. Kifejeztétek valaha is itt tényleg szívből a hálátokat azért, mert életet kaptatok, és bevállalt anyu és apu? Mint szülő, ezt nagyon gyakran hallottad? Ezt meg kell tanítani. Sokkal jobban működik a lélek kapcsolat, hogyha ez megvan. Tehát nézd meg azt, hogy miért születtél oda olyan szempontból, hogy hálás vagyok azért, hogy ezt és ezt kapom tőletek, édesanyja és édesapa, mert ezek a tulajdonságok számomra jók, előremutatók, előrevívők, előnyösek. Illetve köszönöm, hogy megláthattam magamban azokat a tulajdonságokat, amelyeket belőletek se fogadok el, és ezeket a tulajdonságokat visszaadom, hogy kezdjetek vele, amit akartok. És ezt nem viszem tovább magamban, mert szenvedéshez, téves nézetekhez, Harakhoz, kabzsisághoz, széttagoltsághoz vezetnek. És ezeket a karmákat én nem viszem tovább, mert nem szeretnék szenvedni és szenvedtetni. Meghallok az a szenvedés előtt, amit ti átéltetek, de ezt nem viszem tovább, és nem fogom továbbadni a gyerekeimnek sem. Így már felnőtt a játék, ugye? Na ezért születünk oda, hogy ilyenekre rálássunk. Itt azért három nagyon fontos dolog kell. Az egyik a nagy kérdés. Itt ebben az esetben az a nagy kérdés, hogy miért születtem oda. A másik a nagy bátorság, hogy merj látni. Merj látni a szüleidet, a családodat és magadat úgy, ahogy vagytok. És a harmadik a nagy hit. És a nagy hit ebben az esetben az, hogy van tovább. Mindig van változásra lehetőség mindig van meghaladásra lehetőség. Ugye az önismeret és az önmeghaladás az nem csak neked jó, az mindenkinek jó, aki a környezetedben van. Úgyhogy a nagy hit az tényleg a transzcendens tapasztalatból jön, amikor tényleg elmersz engedni minden énes gondolatot, és visszatérsz ide. Ez most a madárcsicsergést helyettesítette egy kicsikét szedd össze magad. És amikor ennek a tükrében tisztán mersz látni, nagy bátorság, akkor választ kapsz a nagy kérdésre, hogy miért születtem a szüleimhez. Miért ez a karma jött ide? És miért születtem magyarnak? Miért vette föl a lelkem ezt a testet? Tehát az egyéni, családi és csoportos, és a legdurvább, hogy miért pont ez a párkapcsolatom miért pont ővel vagyok együtt 20-25-30 évet, miért bírtam ki az első tizet, holott már az első három is rázós volt, és amikor az elsőnek a végén a válságunkat megéltük, én soha nem gondoltam volna, hogy a szépség csomagban, illetve a hölgyek számára az okosság csomagban még ennyi egyéb karma is van. Ez meg. Van feladat. Tessék csinálni. Én azt szeretném megkérdezni, hogy van-e valami módszer vagy technika arra, hogy a hétköznapokban a, valahogy a tudatot jobban tudjam, jelenbe tudjam tartani. Tehát, hogy ne az legyen, hogy én most reggel elmegyek dolgozni, és akkor este jut eszembe, hogy gyakorlatilag nem volt egy olyan pillanat, amikor képbe voltam, hanem van-e valami erre technika, vagy valami módszer, hogy én egy időben próbáltam azt, hogy majd figyelek a légzésre, mert akkor legalább még lélegzem arra, hogy figyelek, és lekötöm avval magam, de ahogy jönnek a gondolatok, ér a stressz, meg jön a munkából a sok információ, kizökkent, és utána megint elmegy egy nap. Melyik hétköznap legyen a hétfő vagy a péntek? Mindegyik hétköznap. Mindegyik hétköznap? Vagy a mindennapokban, tehát hogy hogy van az, hogy, hogy ne... Tehát ne hétvégén nem. nyugodtan dobjuk el a tiszta tudatot, legyünk állatok. Minden nap, akkor úgy gondolom. És akkor az a legrosszabb karmánk jön vissza hétvégén, így van? nem. nem, nem. Hát akkor Ajánlhatok olyat, ami minden napra jó? Igen, igen, erre gondoltam. A hét-hét napjára? Igen. Azt észrevett hogy a tudatod nem megy vakációra? Tehát, hogy ez az elmentek otthonról, ez csak nagyon sok kívás után van meg? igen. Jó. Igen. Na, hát akkor én egy olyat tanítok, hogy ne menjenek el otthonról, hogy mindig itt legyél. Figyeld a lélegzeted. Figyeled a lélegzeted? Most, jelen pillanatban? Igen. Most nem. Ez baj. Igen, de ezt elvesztem. Tehát, hogyha nekiállok, és de akkor... is. sose elvesztem. volt neked, hogy veszthetted volna? Igen, te figyelni a lélegzetedet, még mondd meg őszintén. Szerintem egy percig? Fú, az nagyon jó vagy. Igen. Ugye az, azt gondolod, hogy ez lehet hosszabb is? Hát ezt szeretném elérni, igen. Akkor üljél le, légy szíves, és így mindenki gyakorolhatja egy ilyen egyenes, világos pozíció. Most tényleg csak annyi, hogy elszakadsz a széktámláját, hogy milyen érzés nem kell lótuszban ülned, csak egy picikét tudj. Egyébként ezt gyakoroljuk holnap is, bizony, délelőtt, majd mondok részleteket. Tehát egy picikét olyat csinálsz, hogy önálló vagy. És figyeled, hogy orron ki, orron be, egész köldöktől a válcsúcsig, szépen lélegzel, és hogy ebbe a lélegzetbe mi szól bele. Ha tényleg csak a lélegzetet figyeled, hallod a hangokat, érzed a teret. De egy percen belül beleszól valami az elmédbe. Tetszik, nem tetszik. Kikapcsoltam a telefonomat, jött -e valami a messengeren. Ugye? Kibírom én ezt? Vagy titokban egy kicsikét kavírnyája ezzel a repülőgép móddal? Te úr is, te hát, ha megszólal, akkor égek, mint hú, hú az nem jó. Tehát a, a gondolkodás, ha beleszól, tessék visszatérni a lélegzethez, szemet nem csukjuk be, szépen lefelé, nem egy pontra nézzünk, körkörös tudatosság van, és figyeled a testet, test tudatosság, figyeled a lélegzetet, lélegzet tudatosság, és nézed, ami a drágalátos tudatodban történik, ez a lélek tudatosság. Ha ez a meditáció három alap ismérve, és ezt elkezded gyakorolni, akkor ezzel már nagyon messzire tudsz menni, de vannak mentális technikák még, amiket hát itt szépen székenyülve nem tudok megtanítani, mert más testhelyzet kell hozzá, kicsikét precízebb, ugye kiterjedtebb fogalmazás kell hozzá, és most nyugodtan lazulj el és dőj Tehát azt, hogy a fizikumod, az energiád és a tudatosságod egy pontban legyen, erre találták ki a meditációt. Hogy az akaratlagos fogalmi gondolkodást, megkülönböztető gondolkodást és emlékezést függeszt föl. Ez a meditáció technikája. És tényleg valamikor a nagy kérdéssel meditálunk, hogy mi ez, és ilyen, azaz köldök csakra tudatosság van hozzá, a kéztartást is holnap megtanítom. Tehát ez egy nagyon fontos mozdulat, hogy ha te reggel a kis testedet be tudtad vinni a fürdőszobába, és lesikáltad, akkor a tudatodat miért nem tudtad lesikálni? megtápláltad a kis testedet kávéval, narancslével, kenyérrel, zappeljel, ki mit reggelizik, a tudatodat miért nem tudtad megtáplálni egy kis éberséggel? És így lépsz ki az utcára, hogy majdnem előtt az autó. Benne vagy a mobilodban, és azt hiszed, hogy mész valahova, és neki mész a lámpa oszlopnak. Tehát az a fajta éberség és összeszedettség, amiről beszélek, ez a hagyománynak az első számú pici, kisméretű mellékterméke. Tehát ugyanarról a járműről van szó, amivel meghaladod az életet és a halált, amivel rálátsz az én eredeti nem létezésére, amivel újraalkotod magadat, és ezt a hétköznapi éberségre használjuk fel. Hölgyeim és uraim, ez pont is olyan, mint hogyha egy űrjárművel mennék el a multiba bevásárolni. Arra is jó, de még arra se használjuk. Úgyhogy tessék megtanulni rendszeresen meditálni, és akkor a hét mindennapjának reggelén, akár formálisan, akár egy picit informálisan, a tudatot rendezed. Jöjjön vissza a pillanatba minden. Tisztán látok, tisztán hallok, tisztán gondolkodom, testbe vagyok, lélegzett megvan. Ez pár perc. De minél mélyebbre mész, minél jobban engeded összerakódni magadat, csak engedni kell. Eredetileg mondtam, egybe vagy. Csak ne kövesd az elmédet, nem ennyi szerte széjjel. És akkor szépen jelen vagy. Ha jelen vagy, tudsz figyelni. Ha tudsz figyelni, tudsz kapcsolatot teremteni. És ha tudsz helyes kapcsolatot teremteni, tudsz együttérezni, szeretni, segíteni. Nincs meg a jelenlét, nincs meg a figyelem, nincs meg a kapcsolódás. Mit vársz? Ezért kell a meditáció. Köszönöm. Ja, szívesen. Itt? Azok között, akik nem ismerik a szüleiket, tehát állami gondoskodásban élő gyerekek például, ők hogyan tudnak visszacsatolni? Tehát akik nem ismerik, abszolút, és nem is ismerik. Egyrészt nagykorúságuk után megismerhetik az De akik adatokat? Nem és nem tudják, hogy kiket, nem látták, nem érezték soha, és nem is fogják. Ők... Vannak, vannak olyan környezetek, például egy jó terápiás környezet, gondolok itt bármilyen konstellációs, kicsit köznyelven családállításra, ahol a konstellációban meg lehet személyesíteni az apát és az anyát, és az már nem a külső apáról és anyáról szól, hiszen az elmondásod szerint ők elérhetetlenek hanem a belső anyáról és apáról. És azelőtt kell meghajolni, megköszönni az életet, és azt is elismerni, hogy ezen kívül ők nem adhattak többet, hiszen állami gondoskodásba került a gyerek. Viszont az életet meg kell köszönni. Nem a semmiből jövünk, nem a senkitől jövünk, nem senkihez jövünk. Valakik idehoztak minket. Mi magunk úgy döntöttünk, hogy ő hozzájuk születünk. A kettő együttérvényes. És ekkor, hogyha ez megtörténik, van egy oldódás, és már megszűnök dühösnek lenni azért, mert elhagytak és odaadtak, kényszerűen a család helyett a csoportban kellett nevelkednem. És ez a kényszer, hogyha nagyon erős ítéletalkotás párosul hozzá, megismétli magát. Egy trauma addig ismétlődik, amíg teljesen tudatossá nem válik. És csak akkor fejeződik be, ha te másképp döntesz, ha mást akarsz. De amíg nem válik teljesen tudatossá, addig ismétled, mert a tudattalanod sokkal erősebb, mint a tudatos személyiséged. Kb. 5% az, ami tudatos benned, és szerintem néha-néha még ez is nagyon optimista és jó indulatú arány. Csak 95% az a jéghegy alatti rész, a felszín alatti jéghegy, ez a tudattalan. És akkor csodálkozzunk, hogyha ezt nem műveljük ki, és egy kis tiszta energiát nem küldünk oda le egy mantra, egy leborulás, egy meditáció formájában, akkor kulcshelyzetben, válsághelyzetben úgy viselkedünk, hogy tényleg nem várjuk magunktól? Ezen ne lepődjünk meg. Azzal nem programozza újra a személyiséget. Nem mondja meg, hogy te ki legyél. A gyakorlat lemegy a tudat küszöb alá úgy, hogy a te személyiséged tisztán egyszerűen itt van, de a rálátást megadja, a változás útját megmutatja, a magasrendű célt kitűzheted, ha szeretnéd. De senki nem kér tőled semmit. Senki nem akar tőled semmit. Csak a látás és ez alapján a változás lehetősége van meg. Tehát itt alapvetően arról van szó, hogy az autonómiádat senki nem veszi el. Még hogyha hibásan használod, akkor sem. Csak itt a lehetőség, hogy belásd a hibát, belásd a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját. Itt a lehetőség. De a kötelességet neked kell vállalni. Ha nem, semmi baj. Kövesd el továbbra is ugyanazokat a hibákat, mint eddig. És akkor a traumáid is ismétlődni fognak hogyha ha teljesen tudatossá válik a részed a szenvedés körforgásában, és azt a részt, ami a tiéd, ami a te döntésed, a te korábbi akaratod, azt megszünteted, akkor a szenvedés is eltávolodik tőled. Tehát amikor baj ér, amikor neked rossz, amikor veszteséget szenvedsz, amikor traumatizálódsz, legyél szíves nem a világot vagy a másik embert, hogy a többi embert okolni azért, mert veled ez történt, hanem nézd meg, hogy neked milyen részed van ebben. Senki nincs rossz időben, rossz helyen. Nincsenek véletlenek. Átlátatlan karma, az van. Projekció, az van. Önfelmentés, az van. A felelősség elhárítása, az van. Nézd meg, mihegy felelősséget válasz, a szabadság is megjelenik. Miért mersz rá látni a szenvedésre, a megszabadulás is megjelenik. De ha nem, be vagyunk zárva a saját egoitásunkba, mindig a másikkal van a baj. Nézd meg azt a részt, ahol te teremtesz, ahol te teremted ezt a világot. Az a kapu, amin keresztül igazából közlekedsz a többi emberrel és a földdel, ezzel a világgal, a többi lényel. És ha ez a kapu nyitott és világos, akkor látod azt, hogy a saját karmádat kell kivonni ebből az egészből, és a trauma nem történik meg újra. Egyéb kérdés? Mit tudok én, én tenni, hogy valahogy megszüntessem ezt a szenvedtetést, ami irányomba ugye megvan? Ismét fel kell tennem a kérdést, hogy egyén Pár, család, vagy csoport az eredete ennek a szenvedésnek? Ez a fiam. Akkor család? Csak. Hogy szenvedett téged a fiad? Ö, állandó zaklatással, megfélemlítéssel. Hány éves? 52. És még mindig? Ö, ő eltávolodott tőlem, nem is beszélünk egymással. De ha eltávolodott és nem is beszéltek, akkor hogy félemlít meg? E-mailekkel, bírósági tárgyalásokkal. De... Le kell zárni a közös karmát, ezt úgy tudod megtenni, hogy kiüríted. Kiüríted a cselekvés, a gondolkodás, az érzelmek és a beszéd szintjén egyaránt. És a maradék karma, ami például a bírósági ügy, ezt vagy képviselőkre bízod vagy pedig csak írásban intézed. És van olyan, hogy levél szemét. Tehát nyugodtan zárd le a csatornákat, elmúlt 18 éves a gyermeked, aki mindig is a gyermeked lesz, te. Ezt és ezt és ezt és ezt nem fogadom el. Tehát ezt tőled nem viselem el, ha azt hiszed, akkor tévedésben vagy. Miért? Senki és semmi nem írta meg nem determinált, hogy nekem szenvednem kell tőled. Ezt hagyd abba. És kész. Ezt meg kell tudnod tenni, de látszik, hogy lezáratlan ügyek vannak közted és közte, amelyekben most nem megyünk bele. Az is biztos, hogy van egy olyan tűzenergiád, amely egy nagyon komoly szeretet igény, a szeretet adásának és kapásának az igénye. És neked el kell tudnod viselni, hogy a fél ezt már nem fogadja el, vagy ha elfogadja, rosszul használja. Tessék, ebből a karmából kivonni az energiát, és befejezni. Senki nem tagadhatja ki a családtagot. Olyan van, hogy nem kommunikálunk, de a fiad mindig is a fiad marad. És ez itt megállt. Semmi több. Ezt meg kell tudnod tenni. Ha nem, akkor ez tovább folytatódik, és rengeteg energia tud elveszni. Nem Még értem, rosszabb lesz a tennem, Megtennem. Tesszük. Nem értem, hogy mit kell megtennem. Azt mondtam, hogy amit eddig tettél, azt tovább ne tedd. De hát nem teszek semmit. De hogy nem? Elolvasod az e-mailt. Agódsz a végzés miatt. De muszáj. Nem muszáj. Erre próbálok rávezetni. Nem muszáj. Úgyhogy semmilyen kötelességed nincs, hogy szenvedj a fiattól intézd el az ügyeket, mint hogyha egy más emberé lenne. Hidegen, leválasztódva, anélkül, hogy bármit akarnál tőle. És mivel még mindig akarsz tőle valamit, ezért benne vagy. Benne ragadsz. És most nagyon nehezen hiszed el, amit mondok. Emézd meg, légy szíves. Következő kérdés hogyha született az ember egy és uh, figyelni azt, hogy uh, ami folyik abban, aki mi a szerepe. Ebben a szituációban karmikus feladat van, vagy ha a csoportot vált az ember, akkor uh, leteszi ezt a karmát. Csoport, mi az? Hat születés, nem. Én váltottam csoportot, sokszor. De születést nem is akartam váltani. Ez nagyon fontos. Tehát a nemzeti karma egy létező dolog, amiben az ember beleszületik, és fog kell vállalni, így mondod? Nem. nem mindegy. Hó, maradjon szépen nálad, még nem végeztünk. Tehát, hogyha itt körbe mennénk, mint hogy nem megyünk körbe, mindenkinek enyhén eltérő definíciója lenne, hogy a magyarság kicsoda, mi csoda. Bizonyos alapdolgokban egyet tudnánk érteni, Közös panasz. De a lényeg az, hogy olyan nincs, hogy csoport nélkül születik valaki. Tehát nincs az, hogy csak család, mert a családok klánokká szerveződnek, és a csoport és a család között az a különbség, hogy nincs közvetlen vérszerinti kapcsolat. A családtagok és a klántagok között van, de amikor már megszűnik a vérszerinti kapcsolat, csak az identitás marad az a csoport, legyen az úgy, hogy mindannyian ennek és ennek a vállalatnak dolgozunk, vagy mindannyian az adott ország határain belül születtünk, ugyanaz az anyanyelvünk, neveltetésünk, stb. stb. Tehát az, hogy nemzet, ugye, az a fogantatásnak a kiterjesztése, de a család és a nemzet között tényleg az a különbség, hogy nem detektálható már a vérszerinti kötődés. Nincs meg. Nagyon távoli. És nézd meg azt, hogy miért születtél magyarnak. Erre nekem félelmetes volt rálátni 7 év távol lét alatt. És abból úgy, hogy egy év Amerika, szintén gyakorlás, zenközpont, hat év Korea, folyamatosan. Nem jöttem haza. Nem volt miért. És amikor rálátsz arra, emlékezz a képre hogy te milyen közös karmát hozol a nemzettel, a nemzethez, na az 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 alázat, amit nem lehet tanítani. Nyugodtan tedd a meditációt tárgyá, vagy miért születtél ide. Nem csak a szüleidhez, hanem a nemzethez. Nagyon nagy tanulságok vannak itt, kérem. És hogyha megláttad, ha magadban engedted a helyére kerülni, akkor egészben vagy, akkor neked itt ez csak teendő, nem pedig probléma. Megoldandó helyzet, és nem sorscsapás. Ekkor van utad, mert láttad a választásaidat, amelyek idáig eljuttattak. Ha nem látod a választásaidat, akkor csak végzeted vagy sorsod van, mert nem mersz kezdeni valamit az életeddel. És ehhez a felébredett tudat, a jól látó tudat, az okozatiságot tudomásul vevő tudat, ez nélkülözhetetlen, ez ugyanaz, csak három ajtót mutatok ugyanabba a szobába. És ez nem kellemes vagy kellemetlen. Ha magadban meghaladod ezt a karmát, már segítettél a családnak és a nemzetnek. Mert följebb léptél, mert tudatosabb lettél, mert kevesebbet szenvedsz és szenvedtetsz attól, hogy magyar vagy, hogy az adott család tagja vagy, hogy férfi vagy nő vagy, anya vagy és apa vagy. Ezért tessék nagyon komolyan befelé nézni, és aztán megint kifelé. És tudni azt, hogy nincs két törvény. Egy törvény van. Nincs egy, ami csak a bensődben van, és utána pedig a külvilágra más érvényes. Nincs olyan, ami csak a te családodra érvényes belül, majd kívül a külvilágra egy másik törvény érvényes és amit nagyon nehéz a tudomásul venni, nincs egy olyan külön törvénye a világnak, amely csak a magyarokra érvényes, de a világ többi részében ez más. Az ok és okozat törvénye, hölgyeim és uraim, egyöntetű és világos. Minden egyén, minden párkapcsolat, minden család és minden csoport és nemzet esetében identitástól függetlenül. Így. Úgyhogy óvatosan előre. Lássatok tisztán. Ne ismételd meg a traumát. Ne okolj más embert a szenvedésedért. Tehát azt mondod, hogy az egyéni felelősség meglátni magunkban, magamban azt, hogy a magyar, miért születtem magyarnak, azt megoldani, és ha én megoldom, ezáltal tudom a csoport tudatot emelni. Így van. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Van-e arra lehetőségem, hogy meglássam, hogy a gyermekem vagy gyermekeim miért engem, minket választotta? Van. Van. Fedezd fel bennük a saját karmájukat. Tehát azért vagy az anyja, hogy jobban lásd egy jó ideig őt, mint ő saját magát. Lásd azt, hogy miért született hozzád, mi bennetek a közös, ezt nagyon szeretem benne. Mi az, ami iszonyatosan irritál? Na az az a saját felfedezetlen karmád, amit a gyerek így tükörként elé tesz. És még nem is nagyon lehet tiltakozni, hogy ó, hát itt most tévedett. Hogy tévedett volna kettő és fél éves? Hogy tévedett volna? És pont hozza azt, amit annyira nem szertek magamban. Borzalom, borzalom. De általa a külső kis által felébredhetek, ráébredhetek. És hogyha benne kiavítom, én kis fiam, ezt így nem csináljuk. Akkor magamban is ki kell. Mert ha magamban nem javítom ki, a gyerek folyamatosan ismétli. Folyamatosan. És úgy üt, olyan szeretettel, hogy zokogsz belé, mert látod, hogy nem szándékos, de tűpontos. Az anyák anyateljel táplálják a gyermeket. Fizikai és energetikai táplálék egyszerre stresszoldástól fájdalomcsillapításig mindenre alkalmas, amellett, hogy az immunrendszernek a legjobb táplálék. Az apák közben mit csinálnak? Tévét néznek? Videójátékoznak? Sorozatfüggők? Tehát az a mentális táplálék, amit az apa nyújt, az apa tej, az ugyanolyan fontos, csak nem látható, mert nem innen jön. Nem csordul ki. Nem édes. Tehát, kedves apatársaim, a legfontosabb az, hogy tudd, hogy a te jelenléted ugyanolyan fontos, mint az anyukáé, a feleségedé, de nem annyira látható a hatás. És ez pedig az a mentális és energetikai jelenlét, amit te hordozol, amit beletettél az elmédbe, és a tudattalanodon keresztül a gyerek megkapja. És ezt észre kell venni ott van hozzád, közel a gyerek. Milyen energiát bocsátasz rá? Milyen tudattartalmat engedsz át? A mondókázás ez egy nagyon szép dolog. Nézd meg, hogy a saját mondatod belül, amit belül kimondasz, az milyen hatása van a gyerekedre. Ismételd meg ugyanazt a mondatot, jó párszor, a gyerek nem hallja a fülével, de érzi a lelkével. Mit mondasz neki? Mit ültetsz át bele? És itt a tudat tisztaságának akkora jelentősége van, hogy nem is lehet eléggé hangsúlyozni. Tehát, hogyha nem akarod, hogy a saját traumatikus, szenvedésteli karmát hetedízig lenne, transzgenerációs karmaként menjen át, akkor legyél szíves gyakorolni és kipucolni a lelkedet. Mert ha nem teszed meg a gyereked ugyanazt a karmát viszi tovább, mint te, plusz a sajátja, amivel leszületett, amiért eléd áll, hogy kérlek segíts, nevelj, föltudatosítsd bennem, segíts másnak lenni. Tehát te ezt elmulasztod magadban, nem tudsz neki segíteni, és ugyanabban a mocsárban vagyunk mindannyian. Ez remélem érthető. Mert ha magadért nem gyakorolnál, tedd meg másért. Úgyhogy nagyon fontos meglátni, hogy a gyerek miért született hozzád. És néha fel is teheted a kérdést belül. A gyerek nem értené nagyon sokáig, hogyha ezt élőszóval hallja. De a lélek az mindent ért. Fogalmak nélkül átmegy. És megkérdezed egyszerűen, tisztán, egy zavartalan pillanatban, és nézd meg a reakciót. Ez az a lélekkapcsolat, amit nem tudunk eléggé, nem látjuk, hogy mennyire tisztán kell tartani, nem látjuk, hogy mennyire szent ez. Pedig valójában ebből vagyunk összerakva. Ezekből a kapcsolatokból áll az életünk. Az egyén soha nem képzelhető el pár, család és csoport nélkül. Mindig az egyik vagy a másik nagyobb túlsúlyt kap, de aztán jön a harmadik, negyedik, Mindenféle karma, ami még eddig hiányzott. Csit tessék nagyon figyelni. Tessék nagyon jól kapcsolódni. Tessék jelen lenni. És ekkor nyílik meg az út a szeretet felé. Egyébként nem. Egyébként saját egoitásod marad a fal. Az akadály, amit te építettél, és másra mutatsz, hogy ez miattad van. Ezért van a gyakorlatnak jelentősége. Oké? Okay? Hazamegyek és otthon vagyok a családommal, akkor ezt a fajta jelenlétet én úgy érzem, hogy egy, egyen ilyen tömegességgel, egy ilyen stabilitással meg kéne támasztanom. Szóval ez, az, ez az erős, erős középpont, amikor a köldök csakrádban már annyi csí van, annyi prána, hogy már tömegnek érződik, pedig még csak energia nem mindegy. Ezt szeretném fejleszteni, és ehhez szeretnék tanácsot kérni, hogy ne 5 perc, vagy ne 10 perc legyen, amit, amit azzal a lendülettel tudok, hogy az termékeny, és utána egyszerűen hátraarc, vagy hogy mondjam, szóval Rendszer elfogyott. gyakorlat kell hozzá, leborulás, éneklés, ülés. A leborulás olyan, mint a jégtörés, a karmádnak a jegét megtöröd. Az éneklés olyan, mint amikor ezt a jeges vizet forráspontig hevíted, és az ülés olyan, mint amikor a felszálló gőzt vagy párát, a felhőt elfúvod. Ezt fogjuk megtanítani holnap. Ezt itt, ebben a helyzetben nem tudom megtenni. A meditáció technikája sohasem egy ilyen darnaveszédnek a témája. A mikéntje, az oka, a célja az igen. Na most minden technika visszahoz ide a pillanatba. És minél erősebb ez a pillanat, minél kevésbé dualizál a tudat, minél inkább lehoztad az energiát ide a köldök tájékára, annál inkább egyben vagy, annál jobban érződik ez a tömegesség, amit nagyon jól mondtál, mert a jelenléted az ilyen mozdulatlan. És ezek a kis izgő-mozgó tudatok így fogják, és így tehát a bánának nem kell engedélyt kérni a planktontól. Érted? Tehát tényleg ez a jelenlét az, amit lehet fejleszteni, és ez, ebbe semmi nincs. Hát nincs az, hogy akarok valamit, nincs az, hogy ki meg be, jó meg rossz. Ha ezek a duális rezgések kiáradnának belőle, akkor az már nem az. Ez nagyon nem mozdul. És nagyon egyben van. És ez. Emberek előbb-utóbb ezt meg tudják szokni, és ők meg tudják szeretni, és ha ilyen kérdést kapok, akkor ki is akarja fejleszteni, és ez nagyon jó. Csak csinálni kell. Oké? Okay? Egyszerű. Még két kérdésre van időnk. Én nagyon kemény csajnak tartom magam. Hogyan tudnál ezt lágyítani? Hát, nézzem. Hát azért van ott együttérzés is. Van? Oh, igen, csak ritkán használod, mert azt hiszed, hogy sebezhetővé válsz Igen. Uh -huh. És jó neked az, hogy ennyire kemény csaj vagy? Nem. Hát Szeretném akkor... lágyítani. De hogyan? Hogyan? Be kell áztatni. Köszi. Hát azt én át Nem. Nem. Nem? Jobb is. Hát ebben a rossz folyadékba szoktuk áztatni. Mitől vagy kemény? Egyedül neveltem a gyerekeimet. Minden feladat rám hárult. Valószínűleg ettől. A az mit jelent a férfi felé? Hát. Uh -huh. Félek is tőle. És akarod, hogy féljenek? Nem, már nem. Dühös vagy arra, aki elhagyott? Hú, nem, örülök. Hú, nem! Hallottad? Örülök, De, ha találkoznék vele te! Nem! Hú. Nem, nem. Ah, nem, biztos, hogy nem. Biztos. Tehát, rád néz, soha semmi. Olyan, hogy szamurájkarddal levágom a fejét egy mozdulattal. Ott a pont. Na, tessék, látod? Ott. Megint jót mondtam. Hát itt az a baj, hogy nem múlt el az a fajta veszteségkarm, ami alapján te jogosan az összes csakráját kivennéd a szervezetéből. Mindent. A te -tö -tö talpig Tehát kicsontozod. Na. Ezért vagy olyan kemény, mert ragaszkodsz a korábbi traumához, ahhoz a vesztességhez, amiért. És ez nem azt jelenti, hogy te hirtelen ne láss, csak amellett, hogy jól látod, hogy mi történt, adj magadnak esélyt, hogy egy más típusú férfi elér téged. Mert ha nem, akkor a múlt árnya nagyon hasonló jövőt fog teremteni, és sajnos hasonló férfit fogsz végül közelengedni magadhoz, mint aki ezt tette veled. Uh -huh. Értem. Mert még mindig dühös vagy rá. És egy másik alakban oda jön, hogy ime, itt a lehetőség, de te megint dühös leszel rá. Uh -huh. És olyat választasz, akire dühös is lehetsz. És ez a baj. Uh -huh. Érted? Igen. Tehát én. azt az énedet, aki akkor elszenvedett ezt a vesztességet, legyél szíves, hátrahagyni. Nagyon nehéz ezt elengedni, hogy én már nem az vagyok, aki a gyerekeit így csak egyedül nevelt, akit elhagytak, hanem ezen én túlléptem, és adok esét magamnak, és így a bejövő párnak is, hogy ez másképp legyen. Uh -huh. Ha nem adsz esélyt, nem lesz másképp. Én akkor is az vagyok, aki ezt csinálta és tudod mit? Te egy megbízhatatlan disznó vagy és egy mozdulattal levágom a fejedet, és dühös is leszek rád azután, hogy meghaltál. Úgy, úgy, jó, ezt nagyon tudjuk. Jó, ezt nagyon tudjuk. Igen, köszönöm szépen. De ott még nem végeztünk. ne vagy. Tudsz, tudsz más nő lenni belül? Szerintem igen, de nem engedem meg magamnak. És mi az, ami belül nem engedi ezt meg? Ki az az őrző? Nem tudom. Ez az, aki belül jobban tudja. Tehát uh -huh. te jobban tudod. Ne tudjad jobban. Rövid az idő, nagyon hamar meg fogunk hatni. Azt érzem. A kérdés az, hogy ezt a nőt akarod-e a következő életedbe is továbbvinni? Jaj, nem. Jaj, 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 nem. Na, ez igaz volt. Ezt hallottad? Nyugodtan nézni magaszt, hogy na, ezt a lelket így egy pár pillanat múlva egy új kis gyermektestbe át kellene vinni, és ezzel a karmával folytatódni kellene? Vagy pedig lenne egy kis munka még, hogy kiberakosgassunk ilyen kis lélekalkotókat, hogy lehetőleg a következő életünkben ez történjen velünk. Igen. Igen. Tehát megint csak térjünk arra vissza, hogy te magad hogyan járultál hozzá, hogy ez megtörtént veled. Uh -huh. És azt kivenni annak a gazembernek, aki elhagyott, uh -huh. meg kell tudni bocsátani azért, hogy végleg elmenjen belőled, és ne kelljen őrizned magad a következő gazembertől, mely bevonza a következő gazembert. Figyelünk? Uh -huh. Igen. Nagyon egyszerű a sor, tehát ehhez tényleg nem kell sokat tanulni, csak látni kéne. Uh -huh. És a működést látva megjegyezni, hogy merre nem megyünk. Uh -huh. Nem megyünk vissza a múltba, nem megyünk érzelmi szélsőségekbe, elengedjük azt, hogy most éppen igazunk van, de nincs senkink, akinek ezt elmondhatnánk, tehát érted? Uh -huh. Igen. Tehát adj annak esét, hogy megváltozol, és hogyha megváltozol, a párkapcsati karmád is megváltozik. Okay? Ez a cél. Köszönöm. Nagyon szívesen. Kicsit komolyabb vagy más téma a vallás és hit kapcsolata. sincs, meg, beszélsz. Vallás és hit kapcsolata? Vagy, vagy nem. Eliszed kap... azt, hogy csiripelnek a madarak? Igen. Ehhez kellett vallás? Nem. Ennyi. De Ezen ha... azt tanítja, hogy az ékék és a fűzöld, ezért nem lesz tömeges soha. <laughs> A vallás az más. Ott te ígérnek valamit, te meg félsz. És ha megrendül a kapcsolat, megrendül a bizalom a vallásomban. Akkor vissza kell térni a madárcsi ah. Nem vicc. Tehát azért Szent Ferenc nagyon ott volt, madarak. Tehát, hogyha megrendült a bizalom a vallásodban, akkor azt kiképviselte. Tessék a képviselőt és az üzenetet külön választani. Egy, ez nagyon nehéz főleg egy vallás képviseletében, amikor ugye mindenki Isten képére teremtetett, de van, aki egy kicsit jobban. Ugye? Van, aki egy kicsit közelebb áll hozzá. Tehát ezeknél érezzük, hogy ez annyira fonák, hogy tényleg csalódhatunk. És ilyenkor a közvetlen tapasztalás kell, amikor kiiktattad a köztes rétegeket, akár a rendszert, akár az embert, de neked közvetlen tapasztalatod van azzal, amiről az a vallás szól, és ez nem kellett senki és semmi. Figyelted, hogy az Isten élményt követő misztikusok soha nem vitatkoztak? De a teológusok igen. Tehát a hitvitákat nem azok kezdeményezték, akik ott ültek a jobbján és vele vacsoráltak, hanem azok, akik csak gondolkodtak róla. És ezek a gondolatok kőkemény érdekeket képviseltek, sértettek, vagy mozdítottak elő. Ugye senki nem érti, hogy miről van szó, én remélem. Tehát ilyenkor, ha csalódsz, akkor te mit hittél el, akár jó hiszeműen is, ami később hamisnak bizonyult, na azt magadból vedd ki. Ebben a pillanatban, ha tisztán látsz, ha tisztán hallasz, tisztán érzel, tisztán gondolkodsz, nem fogsz csalódni. Ne teremts illúziót. Ne teremts kötképet, ne teremts duális elvárást, ne teremts hamis önképet, és térd vissza ahhoz a pillanathoz, amely csak itt és most van. Az nincs a múltban, egy hipotetikus jelenben, vagy a jövőben, az csak itt és most van. Ebben bízhatsz. És hogyha nem teremtesz illúziót, mindig a valóság talaján állsz. És akkor mindig egyben vagy, hogyha nem követed az elmédnek a dualisztikus hánytorgásait. És akkor kiderül, hogy a hitrendszer nagyon jól működik vallás nélkül. Viszont, hogyha vallásos vagy, nem lesz az sem akadály. Ez nagyon fontos. Hát amit csinálsz, azt csinál tisztán. Nekem vannak keresztény tanítványaim, ateista tanítványaim, buddhista tanítványaim, és mindenhol ugyanaz a feladat. Ha hiszel, mi az, ami hisz benned? Ha nem hiszel, mi az, ami nem hisz benned? Oké? Okay? Tessék ennek a mélyére látni, és akkor lehetünk úgy vallásosak, hogy közben a hitrendszer autonóm, és ez az autonómia nem az együttműködés gátja. Úgyhogy, ha van megfelelő hitrendszer, akkor abból értékrend is van, mert kapcsolódsz a valósághoz, önmagad autentikus vagy, hiteles vagy. És hogyha megvan az értékrend, akkor megvan az életrend is. Nézzétek meg ennek az egymásból következőségét: hitrendszer, értékrend, életrend. Ha valahol nincs rend az életben, az értékek között sincs rend hogyha nincs rend az értékek között, ott a hitrendszerrel is óriási baj van, és tele vagyok illúzióval, téves nézettel, duális borzalmakkal, félelmekkel, reményekkel, és a hit nem tiszta, nem egyszerű, nem átélt, csak kapott, tele van kötképekkel, tele van bizonytalanságokkal, és nem a tiéd. Hogyha a hitrendszer egyszerű és tiszta, akkor az értékrend is az, és az életrend is az. Ezt kívánom mindenkinek. Köszönöm a figyelmet.